Miért tartózkodott az ellenzék a helyi iparűzési adó döntése kapcsán? Hát ahogy a felszólalásunkban is elmondtuk, hogy ez a 2,1% emelés 1,6-ról 1,8%-ra, ugye mivel nem teszi lehetővé a jogszabály a progresszív adózást, így nem lehet sávosítani helyi rendben lett be. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a multiknál is, ugyanúgy a magyar kis- és középvállalkozóknál is megjelenik ez a 2,1%, és mi ugye azt szerettük volna, és azt indítványoztuk, hogy próbálják meg a város országgyűlési képviselőjükkel elérni azt, hogy a városoknak legyen olyan jogköre, hogy ezt tudják sávosítani. Most ugye erre jött a válasz, hogy ugye ez nemzetközi szerződésekbe ütközik, de hát ugye ezeket felül lehetne vizsgálni, ez az egyik ok volt, amiért nem támogattuk, jobban van, tartózkodtunk a szavazástól. A második pedig az, hogy ugye ez egy címkézett bevételi forrás lesz, ez az 1 milliárd forint a 2021-es költségvetésbe, amit a város belső úthálózatának, infrastruktúrának a fejlesztésére fog kizárólag költeni a város, viszont mi ezzel a felszólalásunkban is elmondtuk, hogy ezt kevésnek tartjuk, és ide pedig állami beavatkozás kell, állami forrást kell pluszba biztosítani erre, tehát nem biztos, hogy ezt a vállalkozók terhére kellett volna megcsinálni, hanem lehet, hogy ezt inkább egy központi költségvetés terhére kellett volna egy programot indítani.